A levéltár Zala megye legrégebbi közgyűjteménye. Az 1732-ben épült vármegyeház átadása után jött létre. Jelenlegi helyén 127 éve működik. Tudományos munkásságával az elmúlt évszázad alatt kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a megye és a város története minden lokálpatrióta számára megismerhető legyen. Az intézmény őrzi Zalaegerszeg város régi levéltárának és polgármesteri hivatalának 18. századtól fennmaradt iratait, melyek közül a legbecsesebbeket fel is dolgozza. Két évtizede külön szerződésben rögzített módon együttműködik Zalaegerszeg városával. Eltünteti a megyeszékhelyi múlt fehér foltjait. Tudományos konferenciákon, kiállításokon és kiadványokon keresztül ismerteti meg a város lakóit, szülőföldjük történetével, legfontosabb eseményeivel. Zalai Gyűjtemény című 80 kötetes kiadványsorozatának több darabja kifejezetten a várossal foglalkozik. Tudományos alkotógárdája közreműködik a zalaegerszegi füzetek létrehozásában, amely a 15. résznél tart. A város által támogatott neves évfordulók tiszteletére önálló tudományos ismeretterjesztő műveket ad ki. Tudományos dolgozói felsőfokú végzettségű, zalaegerszegi kötődésű lokálpatrióták, akik munkásságukkal, országos ismertségükkel emelik Zalaegerszeg tekintélyét. A levéltár munkatársai a fővárosban is kiadványok állandó, megbecsült szerzői, tudományos konferenciák előadói. Emellett a városhoz kötődő neves személyiségek, mint például Deák Ferenc és Csányi László munkásságának országosan elismert kutatói. Kevés az olyan példamutató együttműködés, mint ami az elmúlt több mint 20 évben Zalaegerszegen kibontakozott a Társadalomtudományi Intézmény és a város önkormányzata között.